A múlt hét közepén erős nyugatias áramlás épült ki az Észak-Atlanti térségben, amellyel egy magas légköri zavar, idegen szóval perturbáció nagy sebességgel közeledett a kontinens belseje felé. A hétvégén ez a perturbáció az időközben megszűnő nyugatias áramlás miatt fokozatosan lelassult, és egyre határozottabb, örvénylő mozgásba kezdett az Alpok felett. Így módon a Kárpát-medence térsége az előoldalába került, és tartósan a mai napig ott is ragadt. Az ilyen időjárási helyzetben hozzánk délről tartósan meleg és páradús levegő érkezik. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy az ivatalrendszerek mint egy futószalagon képződjenek és vonuljanak keresztül az országon. Az elmúlt 2,5 nap radarképeiből készített animáción is látszik, hogy egymás után érkeztek délfelől, vagy épp a fejünk felett robbantak be az ivatalrendszerek. Hanemhogy szeptemberben, de még a júniusi szezon tájékán is ritkán tapasztalható zivataraktivitás, különösen a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén okozott gyakori égi háborút. A gócok sok esetben vonalra fűződve vonultak szoros egymás utáni elrendeződésben. Így a legtöbb csapadék délkelet-északnyugati irányú sávok mentén hullott, volt, ahol másfél-két havi átlagnak megfelelő összeg zúdult le, mindössze 2 nap alatt. Ezzel szemben a keleti ország részben alig vagy egyáltalán nem esett eső. A következő 2 napban a légörvény kissé kelet felé mozdul el. Ez sok jót egyelőre nem tartogat számunkra, hiszen újabb jelentős, akár egy havi átlagnak megfelelő eső hullik majd le, és talán az ország északkeleti csücskét leszámítva, az eddig szárazon maradt vidékek is kapnak az égi áldásból. Kedre virradó éjszaka is folytatódik a csapadékos idő, hol kitartóan csendesebben fog esni, hol pedig szakadni fog intenzív dörgés-villámlás kíséretében. Napközben sem változik sokat a helyzet, bár rövid időszakokra szinte bárhol kisüthet a nap, néhány perc alatt minden megváltozhat és leszakadhat az ég. Különösen a Dunántúl északi felén lehet területi átlagban is jelentős a csapadék. Keleten is mérséklődik a nappali felmelegedés. A keddi mélypont után szerdától mindenképp reménykedhetünk javulásban, hiszen a csapadékos időszakok ritkábbak lesznek, és a napot is újra többet láthatjuk majd, ez pedig természetesen a hőmérsékleti értékeken is látszani fog.